Sok szeretettel köszöntök akkor én is mindenkit, Timár Borbála vagyok, én fogom tartani ezt a mai webináriumot. Én középiskolai magyar és médiatanár vagyok, és a Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesületben dolgozom azon, hogy a médiatudatosság minél szélesebb körben ismerté váljon a tanárok körében. A mai webináriumnak négy fő témája lesz. Lesz egy elméleti rész, ahol elsősorban olyan témákat fogok érinteni, hogy hogyan határozza meg a médiáról való gondolkodás a saját hétköznapi média, illetve digitális eszköz használatunkat az iskolában, illetve lesz egy nagyon rövid és elég gyakorlatközpontú, de mégis elméleti médiapedagógiai bevezetés. Utána pedig a gyakorlati rész is két részből fog állni. Először fogok mondani projektjavaslatokat, amiket mindenki a saját ízlése szerint variálhat és esetleg megvalósíthat a témahéten, és aztán fogok javasolni egy konkrét oktatási anyagokat a digitális témahét tudásbázisából is, meg máshonnan is. Tehát az első téma, amiről beszélünk, az az, hogy mit gondolunk a médiáról. Az, hogy digitális eszközökről vagy médiaeszközökről beszélünk, ez igaziból csak szempontváltás kérdése, hiszen a digitális eszközök segítségével média tartalmakat érünk el. Viszont amikor arról gondolkodunk, hogy hogyan használjuk a digitális eszközöket iskolai körülmények között, akkor fontos az, hogy ne csupán technikai megközelítést alkalmazunk, hanem a saját médiához fűződő viszonyunkról is gondolkodhassunk. Gondolkodásunkat alapvetően meghatározza az, hogy mit gondolunk mi magunk a médiáról, mi a médiával kapcsolatos szubjektív vélekedésünk. Három megközelítést szoktak ezen a területen elkülöníteni. Az első az a média optimista megközelítés, ami azt jelenti, hogy a médiával kapcsolatban túlzott elvárásokat fogalmazunk meg, azt gondoljuk, hogy a média egyértelműen jobbá teszi a társadalmat, hogy az, hogy a tudás egyre több ember számára hozzáférhetővé válik, és a társadalmi egyenlőtlenségek kiegyenlítésének az eszköze is lehet, és ez a mostanában is megjelenik ez a gondolat, illetve a digitális technológiával is kapcsolatban is megjelenik. Például a digitális benszülött elmélet, ami manapság azért már meghaladottnak tekinthető, ezt a fajta média optimista hozzáállást képviselte. A média pessimisták ezzel szemben ők azt gondolják, hogy a média alapvetően káros hatást gyakorol a társadalomra, különösen a gyerekekre, a hozzá kapcsolódó használati szokások, az életmódváltozás, a régi tudás elavulása, pornográf és erőszakos tartalmak mind-mind-mind veszélyesek, és az emberek, különösen a gyerekek kiszolgáltatottabbá válnak ennek hatására. Ez a szemlélet megfigyelhető abban, ahogy internetbiztonságról beszélünk. Például minden évben megrendezik Magyarországon a gyermekmentő szolgált megrendezi a média hatással gyermekekre konferenciát, és ha ennek a konferenciának az előadásait és előadóit megnézzük, ott azt látjuk, hogy rendőrök, kibervédelmi szakemberek, gyerekvédelmi szakemberek adnak elő, és elsősorban a veszélyekre helyezik a hangsúlyt. És nagyon érdekes az, hogy közöttünk, tanárok között is sokan vannak azok, akik alapvetően ilyen média pessimista hozzáállásúak, még akkor is, hogyha használjuk a digitális eszközöket az oktatásban, akkor is van egy folyamatos aggodalmunk ezzel kapcsolatban, és folyamatosan igyekszünk kontroll alatt tartani az internetet, ami ugye most is látható volt, nem mindig sikerül tökéletesen. Létezik azonban egy középút is, ez pedig az úgynevezett médiarealista gondolkodás. Ebben az esetben a médiát nem jónak vagy rossznak tekintjük, hanem egy semleges eszköznek. A médiarealisták a kritikus gondolkodásnak, a kritikus megközelítésnek a hívei, és azt vallják, hogy médiatudatosság készségeinek fejlesztésével fölismerhetjük az előítéletes felábrázolást, a pontatlan állításokat, vagy akár az értékes üzeneteket is. És ennek a problémának egy másik
oldal az, hogy hogyan viszonyulunk a tanórai média használathoz. Tekinthetjük ezt zavaró tényezőnek, ami elvonja a figyelmet a tanulástól, nyilván a jelenlévők ezzel nem így vannak, vagy tekinthetjük új lehetőségnek. De mindannyian szembesülhetünk olyan kérdésekkel, hogy mi történik akkor, hogyha a diák az órán a feladat mellett, vagy a feladat helyett Facebookozik, vagy éjjel egykor küldi el a házi feladatát. És hogyha ezeket a problémákat képesek vagyunk a médiáról való tudásunk kontextusában értelmezni, akkor fölháborodás helyett megértjük, hogy a multitaskingról van szó, vagy médiakonvergenciáról, vagyis arról, hogy ugyanaz a tartalom sokfajta eszközön is elérhető, esetleg az, hogy ezeknek a gyerekeknek a számára már természetes, hogy folyamatosan az internet kapcsolódva vannak, ez az ubikvitása mindenütt jelenlévő internetnek a fogalma, és ha ezeket a problémákat képesek vagyunk ilyen szempontból, és nem a sokkolt hiedelem szempontjából nézni, akkor sokkal hatékonyabban tudjuk a tanítás közben a digitális eszközökkel fölmerülő problémákat kezelni. És akkor ez átvezet bennünket a következő kérdéshez, ahhoz, hogy mi a média oktatás célja, tehát miért akarunk mi az iskolában médiát oktatni, és ott a kis emojiaimmal látható, hogy két elmélethez is tartozik ilyen média oktatás céljához kapcsolódó elmélet. Az első az az úgynevezett védőoltás elmélet, vagy protekcionizmus, amelyik azt gondolja, hogy az a médiaoktatás célja akár digitális környezetben is, hogy megtanuljunk különbséget tenni, ellenállni a média káros üzeneteinek, megvédeni magunkat az interneten. És ez a módszer, ez azt is feltételezi, hogy itt a tanulási folyamat az ellenőrzött, struktúrált, felülről irányított. Itt a tanár szabja meg, hogy mikor szabad elővenni az eszközt, a tanár javasol, vagyis nem javasol, hanem ad alkalmazásokat, és a tanár által megadott utasításokat kell pontosan követni. Egy ilyen fajta óra is lehet nagyon élvezetes és nagyon motiváló, de azt a célt, hogy a gyerekek később képesek legyenek önállóan és hatékonyan saját maguk is a digitális világban tájékozódni, illetve üzeneteket értelmezni és megosztani, az ezen a módon nem valósul meg. Van viszont a másik irány, a felkészítés, amire angolul az empowering szót használják, aminek sajnos nincsen jó magyar fordítása. Aki ezt tekinti a médiaoktatás céljának, az azt gondolja, hogy a cél a önálló tudatos média használat, a köröttünk lévő világ jobb megértése, és aki ezen a módon tervezi meg a digitális eszközökkel támogatott oktatást, az a tanulási folyamatot is máshogyan szervezi, ott a tudás megosztásnak, a konnektivizmusnak nagyobb szerepe van az önálló tanulási utak lehetőségének, és egy nagyon fontos dolognak, amiről kicsit később még fogok beszélni, a saját élmény központúságnak, tehát arra, hogy a diáknak lehetősége van arra, hogy a saját élményeiből induljon ki, és a saját logikájában fedezze föl a feladatot is, meg az eszközt is. Elnézést, itt el van csúszva a dia, remélem, hogy több ilyen nem lesz. A nyíl alatt az van, hogy feldolgozás és tapasztalat, tehát a médiapedagógia egyik legfontosabb alapelve az, hogy a diák saját élményéből indul ki, tehát akkor, amikor akár valamilyen média szöveget használunk, tehát egy YouTube videót, egy videoblogot vagy egy filmet, akkor az olyan legyen lehetőség szerint, amit a gyerekek már ismernek, mert ehhez jobban tudnak kapcsolódni. És azt a szempontot is érdemes megfontolni, hogy amikor eszközt választunk, az is olyan, az is lehet olyan, ami lehetőség szerint már a gyerekek korábbi életében, otthoni életében is ismert és alkalmazott. Például ugye szívesen kommunikálnak a Facebookon,
De nem csak erre gondolok, hanem számtalan olyan lehetőség van, amelyik a saját eszközeiből indul ki. Én most egy kicsit különleges helyzetben vagyok a saját iskolámban, abból a szempontból, hogy most én 5 év kihagyás után tértem vissza, úgyhogy egy kicsit így új szemmel tekintek a digitális eszköz használatra, és van egy osztályom, 9-esek, ahol nagyon erős a mobil használat, akik rendszeresen használják a mobiltelefon tanulási célra, és nekik most egy olyan projektet tervezek a digitális témahétre, ahol azt dolgoznánk ki közösen, hogy hogyan tudják a mobiltelefont tanulási célra használni. Ők például rengeteg fotót készítenek, lefotozzák a táblaképeket, befotozzák az iskolai jegyzeteiket, mert az autóban tanulnak, egymással is az információkat ilyen képeken osztják meg, és akkor egyrészt fogok nekik valamilyen rendszerező alkalmazást, az Evernote-ot vagy a OneNote-ot ajánlani, másrészt egy ilyen PDF-szkenner alkalmazást és ehhez hasonlókat, amiket közös munkával ki fogjuk találni, hogy mik lehetnek azok az eszközök, amik az ő egyéni tanulásukat segítik. Ez például egy ilyen személyes média használatból kiinduló digitális eszköz projekt lesz. És még egy nagyon fontos szempont, amit ilyen környezetben én mindig nagyon szeretek elmondani a digitális eszközökkel támogatott oktatással kapcsolatban. Nagyon fontos azt a problémát felvetnünk, hogy médiával vagy médiáról akarunk oktatni. Ezt a kérdést már 1979-ben felvetette Umberto Eco, aki írt egy cikket, Can Television Teach, tehát hogy taníthat-e a televízió címmel, és ott fogalmazta meg azt az alapgondolatot, hogyha a televízió segítségével akarunk tanítani, akkor először meg kell tanítanunk azt, hogy mi az a televízió. És David Buckingham, egy nagyon neves brit médiaoktatás kutató, talán az egyik legjelentősebb, ő azt mondja nagyon egyértelműen, hogy ugyanezt a gondolatot a digitális médiára vagy új médiára is ki kell terjesztenünk, és nem tudunk hatékonyan az eszköz segítségével akkor dolgozni, hogyha nem reflektálunk arra valamilyen módon, hogy milyen ez az eszköz. Tehát a digitális eszközzel támogatott oktatásban ideális esetben mindig meg kéne jelennie valamilyen módon az eszközről vagy a médiáról való oktatás. Erre itt két fő szempontot emelek itt ki a médiáról cím alatt, a kritikai gondolkodás fejlesztését, illetve hogy a média szövegek alapvető jellemzői megjelenjenek, ezekről nem sokára fogok még egy kicsit beszélni. És akkor most jön a média pedagógia alapja. A média pedagógia alapvetően a médiáról való tanítást és tanulást jelenti, és alapvető célkitűzése a médiaértésnek, a média műveltségnek a fejlesztése. És itt most a szlájdon a média műveltség készségei láthatók, a hozzáférés, elemzés, értékelés, a alkotás létrehozása, a reflexió és a részvétel. Ehhez nagyon hasonló ilyen készséglisták a digitális műveltség, a média és az információs műveltség kapcsán is felmerülnek, és az is nagyon fontos, hogy amikor ilyen digitális eszközzel támogatott projektet tervezünk, akkor lehetőség szerint ezen elemek mindegyike valamilyen formában megjelenjen a projektben. Látható itt ezen a kis rajzon, hogy ez egy körkörös folyamat. A média pedagógia féle tanulási folyamat az egy ilyen spirális folyamat, tehát hogy az alkotásnak például azért van olyan nagyon nagy szerepe, nem az a célja, hogy professzionális terméket hozzunk létre, egy profi videót vagy egy profi blogot, hanem az a célja, hogy az alkotáson keresztül értsük meg a média szövegek működését mélyebben, és ezért spirálisan ezek a készségek, illetve ezeknek az elmeknek a használata segíti az elmélyülést. Akkor mindenképpen beszélnünk kell a kritikai gondolkodásról, ami a média tudatosságra növelésnek a leges-leges legfontosabb kérdés szempontja. A kritikai gondolkodás
Marxnak van egy olyan definíciója, amit én nagyon szeretek, az azt mondja, hogy a kritikai gondolkodás a mély és bonyolult kérdések föltevését jelenti. És ez a két angol szerzőnő, akik 2012-ben írtak egy kritikai média pedagógiáról szóló könyvet, őt nagyon fontos komponensét emeli ki a kritikai gondolkodásnak, ami kifejezetten a tanárok számára lehet nagyon tanulságos. Az első a kíváncsiság és kérdezés vágya. Ez azt jelenti, hogy elutasítjuk a leegyszerűsített válaszokat, bizonyítékokat keresünk, nem fogadjuk el a legelső evidensnek tűnő magyarázatot, és nem egyetlen cáfolhatatlannak tűnő igazságot keresünk. Az nagyon fontos, hogy a médiapedagógiában sosem egy, vagy nagyon ritkán van olyan, hogy egy helyes válasz van, általában sok helyes válasz is lehetséges. A második folyamatos elköteleződés arra, hogy megvizsgáljuk a dolgokat. A kritikus gondolkodók ugye egész életükben azt csinálják, hogy információkhoz férnek hozzá, és ezt értékelik, és ez a fajta vizsgálódás előzi meg a döntéseket, semmit sem hinni el, mielőtt meg nem vizsgáljuk azt, hogy igaz-e vagy sem. És ehhez kapcsolódik a harmadik pont, a mindenkiben ott rejlő szkepticizmus. Ugye, hogyha azt mondjuk, hogy kritikus vagy kritikai, ennek mindig van egy olyan negatív felhangja. De a kritikai gondolkodás az nem kritizálást jelent, mert hogy alapvetően a kritikai gondolkodás során bizalommal közelítünk az általunk vizsgált kérdésekhez, mert tudjuk, hogy milyen kérdéseket kell feltennünk, és milyen válaszokat várhatunk. Akkor a negyedik pont a jó érvelés értékelése, tény és vélemény elkülönítése nagyon-nagyon fontos. Az információ hitelességének megítélése a mi napjaink egy legforróbb témája, hogyha a médiatudatosságra, nevelésről vagy digitális oktatásról beszélünk. Ez a legfontosabb biztonságos internet használat során alkalmazott készségünk. És az utolsó az a rugalmasság és nyitott gondolkodás. A kritikus gondolkodók tudatában vannak a saját feltételezéseiknek, és folyamatosan megkérdőjelezik azokat. Sok forrásból tájékozódnak, és tisztában vannak azzal, hogy a világ az nem egyszerű, hanem bonyolult. És ha ezt a szemléletmódot át tudjuk adni a diákjainknak, azzal nagyon sokat segítünk nekik abban, hogy ők is képesek legyenek tájékozódni ebben a mérhetetlenül bonyolult világban. A kritikai gondolkodás tanításának talán legegyszerűbb módszere vagy vizualizációja a keretezés. A média, nem, ezt sokszor mondjuk, de nem mindig megy át, hogy a média nem ablak a világra, a médián keresztül nem a valóságot, hanem a valóságnak egy reprezentációját látjuk, és ehhez van ez a képernyő metafora, de az, hogy ezt mit jelent, azt egész egyszerűen be tudjuk bizonyítani akkor, hogyha magunk is elkezdünk keretezni, a legegyszerűbben így a kezével is tud az ember keretet csinálni, és a kereten át nézni a világot, és rögtön látja azt, hogy mit választ ki, mit tematizál, milyen nézőpontot alkalmaz, milyen technikai eszközöket alkalmaz, milyen háttérismereteket vár el, ezekkel mind befolyásolja a reprezentációt. Ezt a keretezős feladatot egyébként én akkor szoktam használni, amikor digitális fotózást tanítok, de ilyen általános kritikai gondolkodás bevezetéshez is jól lehet, és létezik ennek egy szöveges variációja is ennek a keretezős feladatnak. Például megkérni a csoportot arra, hogy írjanak tudósítást egy közös élményről, vagy jellemezzék egy közös ismerősüket, vagy készítsenek leírást egy tárgyról, ami ott van előttük, és ha felolvassuk ezeket a szövegeket, akkor látni fogjuk, hogy mindegyik más lesz, mindenki mást hagyott ki, mást hangsúlyozott, más tudástekintet ismernek, és ezzel a reprezentáció fogalmát be tudjuk vezetni. Tehát a kritikai gondolkodás volt az egyik pont, amit a médiatudatosságra nevelés kapcsán érdemes hangsúlyozni és alkalmazni. A másik pedig a médiával kapcsolatos alapvető kérdések.
Ezek sok változatban léteznek, elsőként a kanadai The Center of Media Literacy fogalmazta meg ezt az öt alapgondolatot és a belőlük levezethető kulcskérdést. Én most a kérdéseket raktam előle. A kérdéseknek egy egyszerűbb megfogalmazását használom most, amit René Hobbes fogalmazott meg. Ez az öt szempont a szerzőre, a médiaszöveg formájára, a közönségre, a tartalomra és a célra vonatkozik. Ezt nem fogom most nagyon részletesen kifejteni, mert akit érdekel, az utána olvashat. Bemutatok viszont egy példaelemzést, ami arra bizonyíték, hogy valóban a digitális eszköz használatkor is tudjuk ezeket a kérdéseket használni. Ez a példaszöveg, tehát egy üzenet, ami az én postaládámban érkezett néhány hónappal ezelőtt, és akkor ezzel az üzenettel kapcsolatban kell én nekem föltennem kérdéseket. Nyilván az az alapkérdés, hogy meg kell állapítanom, hogy mi ez az üzenet, és mit kell nekem ezzel kezdenem, kell rá válaszolnom, vagy sem. Ugye, mit tapasztalt internet használók, egyből látjuk, hogy ez egy spam üzenet. Egyébként én a spam fiókomból szedtem ezt elő azért, hogy most itt bemutathassam, de föl tudunk tenni a szerzővel, a szöveg formájával, a profittal kapcsolatos kérdéseket, amiket itt alul le is írtam néhányat, ami eszembe jutott, hogy hogyan került a postaládámba, ezzel ugye az e-mail működését, meg azt, hogy ők hogyan szereznek e-mail címeket, azt tudjuk vizsgálni. Ki a feladó, és mit akar kezdeni az adataimmal? Vajon igazat mond-e, és erről hogyan tudok meggyőződni? Megakadályozhatom-e azt, hogy ehhez hasonló üzenetek érkezzenek a postaládámba? Mi az adathalászat, és milyen módszerei vannak, illetve hogyan működik a spam és a spam szűrő? Olyan kérdésekről beszéltem most, amik egy internetbiztonság oktatásban biztosan megjelennek. A kérdésfeltevés, illetve a munkamódszer volt kicsit más, de azt akartam ezzel bizonyítani, hogy a médiaszövegekre vonatkozó kulcskérdések azok nagyon hasznosak lehetnek ilyen esetekben. Például akkor is nagyon hasznosak lehet egyébként, hogyha applikációk között kell választanunk, hogy melyik több lehetőség közül melyik applikációt töltsük le, illetve számtalan egyéb esetben, számtalan egyéb média üzenetet elemezhetünk ezen a módon. És akkor most fog következni a gyakorlati rész, illetve átvezetésként egy ilyen jó tanácslista, ami valamilyen módon szintetizálja azt, amit az elméleti részben elmondtam. Az első az úgy hangzik, hogy keressük a tanítható pillanatokat. Tanítható pillanatnak hívják azt, amikor belehallgatunk a tanítványaink beszélgetésébe, és ott valami megüti a fülünket, hallgassuk, hogy mit mondanak, milyen média élményről beszélnek, és akkor az innen vett példákat felhasználhatjuk az elemzés során. Nekem egy pár évvel ezelőtt, amikor a való világ újra kezdődött, volt egy osztályom, akik folyamatosan minden szünetben, mikor beérkeztem az órára, akkor éppen a való világról beszélgettek, és akkor velük rengeteget beszélgettünk a valóságsokról, pont ezért, mert őket ez nagyon érdekelte. Akkor, amikor a Facebook kapcsán fölmerül, hogy mire használja a Facebook az adatainkat, és egyáltalán miért van az, hogy ő ingyen ad nekünk egy ilyen színvonalú szolgáltatást, ez mindig nagyon sikeres beszélgetés téma, mert ez is olyas valami, ami őket személyesen, valami személyes kézzel fogható élményükhöz kapcsolódik. Akkor a második pont a médiaszöveg alkotása tanórán, ezt már nagyon sokszor mondtam, hogy az alkotásnak mennyire fontos szerepe van a médiapedagógiában, és ezt mindenképpen használhatjuk a digitális projektekben, fényképezés, videók, blogok, mémek, fogok még erre néhány példát majd mondani, és ezzel a szövegértés, szövegalkotási készségük is
nagyon fejlődik, és motiváltabbak is lesznek tőle. Nagyon fontos az, hogy ezek az előbb említett kulcskérdések is megjelenjenek. A médiapedagógia ugyanis nem tananyagokat, hanem készségeket tanít elsősorban, tehát maga a tudás, ami emögött van, az így mennyiségileg kevés. Ez az öt kulcskérdés, ez folyamatosan vissza kell, hogy térjen. Akkor nagyon fontos a négyes pont, az, hogy a médiával foglalkozni örömez. Megint egy kicsit visszacsatolás ehhez az optimista, pessimista kérdéshez, hogy mindannyian szeretünk filmet nézni, mindannyian szeretünk internetezni, szeretjük a telefonunkat simogatni, és ebből az örömből lehet tőkét kovácsolni a tanulásban is, és mindig ott kell maradnunk, hogy ez igaziból élvezet, és ezért érdemes pozitív példákat is hozni, nem csak fenyegetést és negatív példákat. Akkor az ötös pont, ezt már kifejtettem részletesen, ne csak a médiáról keresztül, hanem a médiáról is taníts, de mondjuk erre, ha mondanék konkrét példát, akkor ha irodalom órán megnézzük egy színdarab vagy egy regény videó változatát, akkor beszélhetünk arról, hogy a filmes eszközök hogyan változtatták meg. Ha biológia vagy történelem órán egy dokumentumfilmet nézünk meg, akkor mindenképpen kell beszélni nézőpontokról, szerzőkről, formai eszközökről, de ugyanígy újságolvasás, online információ megítélése, kommentelés, tartalmazás, megosztás, ezek mind fontos tanítandó dolgok. A hatos az egy kicsit ismétlése egy korábbinak, a médiapedagógia kérdésfeltevéseket jelent, nem válaszok megtanulását, folyamatosan kérdezzünk és fogadjunk el sokféle választ. Ez egy kicsit a tanár attitűdjéről is szól ez a pont, hogy ezekben a tevékenységekben ugye a tanár facilitátorként jelenik meg, és nem az ő feladata a tudás átadása, hanem csak a tanulási folyamatnak a segítsége. Akkor a hetes pont, a média fontos. Ez is a hétköznapi beszélgetésekben derült ki, lehet ki ez a téma, mert ugye gyakran mondanak olyanokat, hogy hát ez csak egy tévéműsorban volt, én csak azt láttam, hogy valaki megosztotta. És ilyenkor tudatosítanunk kell azt, hogy a média szöveg azok olyan jelentést is tartalmazhatnak, amire a szerzőjük eredetileg nem gondolt, például akkor, amikor elkezdünk egy videót ilyen vírus módon megosztani, amit a szerzője valahogy máshogy, másmilyennek szánt eredetileg, és egyébként is a média befolyásolja azt, hogy mit gondolunk a világról. Akkor a nyolcas pont, a média feladatokat értékelni és osztályozni kell, ez azért fontos, hogy tudatosítsuk azt, hogy ezek fontosak és jelentősek. Persze a számonkérés az másfajta egy ilyen mű esetében, mint a hagyományos osztályozásnál. Én azt szoktam csinálni, hogy minden ilyen feladatnál egy ilyen szöveges értékelésszerű előzetes elvárásrendszert leírok, hogy mire fogok pontokat adni, és akkor tudják azt, hogy mit várnak. Egyébként a mozgóképi kulturális média ismereti érettség is így működik. Akkor ha használjuk a diákok által hozott forrásokat, erről már beszéltem, és az utolsó pont a napra készen a médiából. Ez azt jelenti, hogy valamelyest azért ismernünk kell azokat az alkalmazásokat, illetve azokat az alkotókat, akik a tanítványainkat érdeklik, illetve amiben a tanítványaink működnek. Ez nem azt jelenti, hogy mindenről tudnunk kell, hagyhatjuk azt, hogy ők tanítsanak bennünket, de azért valamelyest mégis értenünk kell, hogy ők miről beszélnek. Ez azért is fontos, mert érzik azt, hogy odafigyelünk rájuk, és ez a motivációjukat növeli. És akkor most itt jön néhány konkrét hát ilyen projekttervecske, amik egy kicsit részletesebben, de mégiscsak ilyen tervszinten le vannak írva az én személyes honlapomon, a mediapedagogia.hu-n, ott van a linkje. És most itt csak nagyon röviden fogom őket elmondani, és akit érdekel, az ott megnézheti, illetve tovább gondolhatja őket.
két ilyen szlájd lesz, ezen az elsőn három internetbiztonság feladat van, amikről azt gondolom, hogy ezeket ilyen média tudatos módon lehet tanítani. Az első az a biztonságos jelszónak a tanítása, amit olyan módon lehet bevezetni, hogy, hogy először kipróbáljuk jelszavak biztonsági szintjét, vannak erre ilyen honlapok, ahol lehet tesztelni, hogy mennyire biztonságos egy jelszó, mennyi idő alatt törnék föl, és akkor ezen dolgozhatnak akár csoportmunkába is, hogy megpróbálnak minél bonyolultabb jelszavakat létrehozni, és akkor a feladatnak a következő szintje, miután megbeszéljük, hogy milyen az igazán jó biztonságos jelszó, az, hogy gyártanak jelszókat akár maguknak, akár pedig egy fiktív vagy történelmi személynek is. Ugye a jó jelszót az illető könnyen meg tudja jegyezni, de mások számára nem kitalálható. Akkor a személyes adattal kapcsolatban egyébként a Televele Egyesület honlapján, erről majd kicsit később fogok beszélni, van egy olyan foglalkozás angol nyelven, ami ezzel foglalkozik, ezt előbb-utóbb majd magyarul is publikálni fogjuk, de sajnos nem most. Itt is egy általános ilyen projektfeladat az valahogy úgy működhet, hogy összegyűjtjük először valamilyen grafikai szervező segítségével, hogy mik azok a személyes adatok egyáltalán, elválasztjuk őket a nem személyes adatoktól. Lehet a feladat kiinduló pontja egy fiktív egy kérdői vagy egy fiktív adatlap is, és akkor itt meg kell értenünk azt, hogy mi minősül személyes adatnak, és amikor elég sok személyes adatunk van, akkor csoportosíthatjuk őket a szerint, hogy kivel mi az, amit a legközelebbi körünkkel osztunk, meg mi az, amit kicsit távolabbi körrel, és mi az, amit mindenkivel, ugye a Facebookon is ezt a megosztás távolságát azt be lehet állítani, és akkor itt utána megint játszhatunk azzal, hogy fiktív személynek az adatlapját, akár egy személyes adatok nélküli, akár egy csurik személyes adattal teli adatlapot elkészítünk tanulságképpen. És akkor a harmadik lehetőség a média szöveg elemzés, amit az internetbiztonság tanításakor is használhatunk, úgy, ahogy ezt az előbb is a spam e-mailnél láttuk. Az elemzés tárgya lehet egy honlap, hogy az megbízható-e vagy sem, akkor az álhír, a hoax témája, az szerepel a Televele Egyesület Moped nevű programjának az internetes feladatában, de hoaxokat rengeteget találhatunk magunk is, és nagyon tanulságos az elemzésük. Vizsgálhatjuk online adatlapok hitelességét, valódi vagy igazi profilokat, illetve itt is használhatjuk azt, amit az előbb már említettem, hogy hasonló funkciói mobil alkalmazások között kell választani valamilyen szempont sorozatnak megfelelően. Akkor még három lehetséges ilyen mini projekt, ilyen nagyon általános mini projekt. Ezeket most azért mondom, hogy hát, ha valamelyik megragadja az önök figyelmét, és valamelyiken elkezdenek gondolkodni, amit valamelyik csoportukban valamilyen saját tantárgyi elemhez kapcsolódóan meg tudnak valósítani. Az első az a úgynevezett cyber szimatolás, ez az online identitáshoz és a celebekhez kapcsolódó téma. Az első része az lehet egy kutatómunka, ahogy választunk egy olyan hírességet, aki a gyerekek körében népszerű és fontos, és gyűjtünk róla rengeteg megjelenést, olyat, ami mind tőle származik. Tehát azt arra gyűjtünk adatokat, hogy ő magát hogyan jeleníti meg online, és utána ezeket a megszerzett adatokat elemezzük a kritikus kérdések segítségével. Ennek ugye olyasmiket, hogy milyen fórumokon, közösségi oldalakon jelenik meg, milyen tulajdonságait emeli ki, és miket titkol el, milyen képeket posztol magáról, ezeken hogyan jelenik meg, és ahogy ezeket a kérdéseket feltesszük egy hírességgel kapcsolatban, ez valamilyen átvitt módon az önismeretet, az önreflexiót is
fejleszti, ugyanis a gyerekek is online közegben ugyanilyen módon nyilvánulnak meg. A második projektnek az a neve, hogy digitális detektívek, ez az online források megbízhatóságáról szól, és itt ez a módszer úgy használható, hogy adunk valamilyen forrást, és az a cél, hogy maguk építsék föl az eszközkészletet, tehát nem mi mondjuk meg nekik, hogy hogyan döntik el azt, hogy megbízható-e vagy sem, hanem nekik maguknak kell szempontokat keresni. Ehhez egyébként vannak nagyon jó TED videók, amiket idősebbekkel meg lehet nézetni, a lenti linken ezeknek a forrása is megtalálható. És a harmadik lehetőség, amit tényleg csak ilyen nagyon általánosságban említek, az, hogy valamilyen társadalmi célú projektet vagy vizsgálunk, vagy meg is valósítunk, és ez pedig a digitális állampolgárság témája szempontjából nagyon fontos, illetve hogy a digitális és média műveltség oktatásának az egyik legfontosabb célja az, hogy hangot adjon olyan egyéneknek is, társadalmi csoportoknak, akik egyébként nem tudnak megszólalni, és a média oktatás, illetve a digitális eszközökkel való oktatás az ebben is segíthet ebben a hangadásban. Most már a vége felé közeledünk. Itt néhány példa van kreatív média szövegalkotásra, ezekről most nem fogok részletesen beszélni, csak bemutatom, hogy mi mindent lehet használni. Ott a baloldali képen emojikat készítettek, és azzal élőben előadnak egy chat szöveget. Akkor van a mém készítés, amit én nagyon szeretek mostanában használni. Itt az önreflexió szempontja van kiemelve, de én használtam már Berzsenyi összefoglaláshoz is a mém készítés mint eszközt. Akkor az animált GIF, az most sajnos itt nem mozog, de szintén az önkifejezés szempontjából, meg az érzelmi nevelés szempontjából lehet nagyon hatékony eszköz, és az utolsó képen pedig ott kollást készítettek, és a fotózás technikájáról tanultunk akkor, amikor ez volt. Ezek mind nagyon jó eszközök arra, hogy kreatívan fejezzék ki magukat. És akkor most jönnek a segédanyagok és források, már nagyjából csak felsorolás szinten. Először néhány mobil applikáció, illetve játék. Van az UNICEF Help App, aminek sajnos én most a legfrissebb változatát nem tudtam letölteni, úgyhogy ezt nem tudom biztosan, hogy most ezzel mi a helyzet, vagy fogják-e majd frissíteni, de ez egy szuper alkalmazás online biztonságra, ez tulajdonképpen minden gyerek telefonján rajta kéne, hogy legyen, mert hogy vészhelyzetben az a maga konkrét segítséget ad arra, hogy mit csináljunk elsősorban ilyen online zaklatásos vészhelyzetekben. Akkor az internet hotline-nak a honlapján van rengeteg játék, amik főleg kicsiknek lehetnek érdekesebbek, akkor a mi honlapunkon, a Televele honlapján vannak online játékok, amik szerepelnek a digitális témahét tudásbázisában is. Ezeket úgy hívják, hogy internetbiztonságjátékok a Televele honlapján, és ezzel a kereséssel el is érhetők, illetve a mobiltelefonra vagy tabletre letölthetők, a Bűvös Völgynek nagyon szuper mobil alkalmazásai vannak, amikről nagyjából senki se tud, még keresni is nagyon nehéz őket az alkalmazásboltban, mert hogy nem azt kell beírni, hogy Bűvös Völgy, hanem azt, hogy NMHH, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, és akkor viszont kijön ez a rengeteg sok app, amik tényleg nagyon jók és nagyon jól használhatók nyilván egyéni tanuláshoz elsősorban. Akkor a digitális témahét honlapjáról ajánlanám a saját, tehát a Televelés forrásainkat, illetve a Safer Internetnek is vannak ott anyagai. Elég bonyolult a mi forrásainkat megtalálni, mert mindegyiknek más neve van, de szóval vannak ezek az internetbiztonságjátékok, amiket már említettem. Akkor van egy teljes foglalkozás csomagunk, egy 2x90 perces biztonságos internet használat foglalkozás csomagunk 5.-6. osztályosoknak, amit letölthette, és akkor egy tanár ezt megvalósíthatja a saját tanítványaihoz, ehhez teljes tanári segédanyag készlet, minden benne van, amivel önállóan meg lehet csinálni.
csinálni, és ennek egy része a cyberbullying kártyajáték, ami önállóan is fönt van. Egyébként ezek mind elérhetők a Televele Egyesület honlapjáról is, televele.hu, és ez a kártyajáték ez egy nagyon jó ilyen aktív módszer arra, hogy a cyberbullyingról tanuljunk, illetve van még egy ilyen egyszerű online játék, amit mi ajánlunk, a You Are What You Like, ahol a Facebookos lájkokból lehet következtetéseket levonni, és ehhez is van egy részletes módszertani útmutató. És akkor végül még két olyan forrást ajánlanék, amik nem a digitális témahét honlapján vannak, de szerintem nagyon hasznosak. Az egyik angolul tudóknak a Teaching Privacy .org. Szerintem ez a legeslegjobb internetbiztonság tananyag, amit én ismerek, és ez kifejezetten ilyen média pedagógiai szempontból közelíti meg, összekapcsolja a technikai tudást ezzel a kritikai gondolkodással. Ott nagyon jó anyagok vannak, és részben mi is ezeket szoktuk használni. Illetve a Bűvös Völgynek a honlapján letölthetőek nagyon jó munkafüzetek, amikből nagyon sok hasznos feladatot lehet meríteni, illetve ott vannak kész foglalkozás csomagok is, amik a fölkészülő bűvös vagy a látogatáshoz szükségesek, de egyébként önállóan is nagyon nagyon jól alkalmazhatóak, és azokban is van internetbiztonság téma, és ez már elég kis kortól, tehát ezek már 6-9 éves korúaknak is találhatóak itt anyagok. És akkor végül legutolsó sorban a saját magunkat ajánlanám, a Televele Egyesületnek a honlapja televele.hu. Itt könnyen a címlapról elérhetők a tananyagcsomagjaink, a médiapedagógiával kapcsolatos ismeretek, a játékok, illetve a tanároknak fül alatt megtalálható az összes oktatási tananyag, amiket korábban ajánlottam, és az én saját honlapom pedig a mediapedagogia.hu, és az az elméleti anyag, amit én itt elmondtam, az nagyjából megtalálható ott, illetve ezek a projekttervek is egy kicsit részletesebben megtalálhatóak ezen a honlapon, és akkor én most ennyit akartam mondani, köszönöm a figyelmet, és ha vannak kérdések, azokat örömmel várom.